Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk a rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban. Időrendben először ez Angliában játszódik le, tehát nézzük meg először Angliát. Az 1200-as évek elejére Angliában már jelentős társadalmi réteget alkotnak a papság, a nemesség és a polgárság. Mindegyik réteg igyekezett méghozzá sikeresen különböző kiváltságokat, privilégiumokat megszerezni a maga számára. Az egyik legfontosabb céljuk annak a kiváltságnak a megszerzése, hogy részt vehessenek az országnak az irányításában. Ez vezetett a rendi gyűlések, a rendi parlament kialakulásához. Mik ennek az előzményei a rendi gyűlés létrejöttének Angliában? Föld nélküli János uralmához kell visszatérnünk, aki az 1210-es évek elején nagyon súlyos külpolitikai kudarcokat könyvelhetett el magának. Mik voltak ezek a problémák? Először is az investitúra kérdésében a pápával konfliktusba került, a Canterbury érseki szék betöltése kapcsán. Ennek a konfliktusnak az lett az eredménye, hogy a harmadik Ince pápa föld nélküli Jánost is, de Angliát is egyházi átok alá helyezte, márpedig ebből nagyon gyorsan ki kellett jönnie föld nélküli Jánosnak, amit csak úgy tudott elérni, hogyha országát a pápai állam hűbéresévé tette. Ez nem csak politikai alárendeltséget jelentett, hanem jelentős adó, évi adó megfizetését, 1000 márka ezüst évente. Ez volt az egyik súlyos külpolitikai kudarc 1213-ban, a másik pedig, hogy a következő évben, 1214-ben a francia királlyal szemben a Bouveni csatában föld nélküli János csapatai alul maradtak. Ennek az eredménye pedig az lett, hogy ezzel János minden franciaországi birtokát, az angol királyok minden korábban megszerzett franciaországi birtokát elvesztette. A súlyos kudarcok nyomán egy bárói csoport kikényszerítette föld nélküli Jánostól, hogy írjon alá egy dokumentumot, ez a nevezetes Magna Carta Libertatum, a nagy szabadságlevél. Ez a dokumentum 63 cikkelyből áll, és biztosította a főnemesség, köznemesség, városi polgárság és az egyháziak jogait. Mik a Magna Cartának a főbb pontjai? Először is, 12-es cikkely, az uralkodó csak a királyi tanács jóváhagyásával vethet ki adókat. A másik ilyen fontos, 39-es cikkely, hogy szabad embert törvényes bírói ítélet nélkül elfogni, bebörtönözni, száműzni, birtokait elkobozni tilos, ez nem lehet. A Magna Carta biztosította Londonnak és ahogy fogalmaz, minden más városnak, mezővárosnak, községnek, kikötőknek az addigi jogait és szabadságait, ez a 13-as cikkely, illetve a kereskedők érdekében azt is rögzíti a Magna Carta, hogy a kereskedők Angliába szabadon beutazhatnak, onnan szabadon kiutazhatnak, anélkül, hogy bármiféle jogtalan vámot fizettetnének velük. Nagyon fontos a Magna Cartának a 61. cikkelye, az úgynevezett ellenállási záradék, ami azt tartalmazta, ha a jövőben az uralkodó megsérteni a Magna Cartát, nem tartaná be az ígéreteit, akkor az alattvalóinak joga van őt fegyveresen, akár fegyveres erővel is rákényszerítenie az ígéretek betartására. Erre kerül sor a későbbi évtizedekben, méghozzá miképpen. Föld nélküli Jánost fia harmadik Henrik követte a trónon, és a
új uralkodó politikájával elégedetlen bárók Simon de Montfort vezetésével 1264-ben lázadást robbantanak ki. Legyőzték, foglyul ejtették a királyt, és Simon de Montfort kormányozta ezt követően Angliát. A hatalma megszilárdítása, a támogató bázisának a megnövelése érdekében minden bizonnyal ezért döntött úgy 1265-ben, hogy az eddig csak főpapokból és főurakból álló tanácsba, a parlamentbe meghívja, és meg is hívta a köznemesek képviselőit, a grófságonként ez 2-3 ember képviselőt jelentett, illetve a polgárok képviselőit, ez pedig városonként szintén 2-3 embert. Ezt a Simon de Montfort által 1265-ben összehívott gyűlést nevezik előparlamentnek. Igaz, hogy Simon de Montfort még ebben az évben, 1265-ben elesett a király elleni csatában, de a parlament fejlődése egyáltalán nem szakadt meg. Harmadik Henrik fia, első Edward, másnéven nyakigláb Edward, szükségesnek tartotta, hogy a báróknak a túlzott hatalmával szemben, amit szeretett volna visszaszorítani, támaszkodhasson a grófságok képviselőire, illetve a városok képviselőire, és ezért 1295-ben összehívta a későbbiekben mintaparlamentnek nevezett gyűlést, rendi gyűlést. Ebben a mintaparlamentben 4 rend képviseltette magát, a lordok házában főpapok, főurak, a közösségek házában pedig a köznemesek és a városi polgárok, tehát látjuk azt is, hogy ez a parlament 2 kamarában működött, 2 kamarás parlamentről van szó. A 13. század végétől az angol uralkodók pedig egyre gyakrabban összehívják a rendi gyűlést, a parlamentet, amely aztán a működési rendjét is állandósították. Nézzük meg, hogy Franciaországban nem sokkal a mintaparlament után hogyan alakul ki a rendi gyűlés, hogyan kerül sor 1302-ben, negyedik szép Fülöp által az első francia rendi gyűlés összehívására. Mik ennek az előzményei? Itt is fontos szerepet játszik, hogy az uralkodó, ezúttal a francia uralkodó, negyedik szép Fülöp konfliktusba került a pápával. A konfliktusnak mi volt az oka? Hogy Szép Fülöp északi irányba igyekezett Franciaország fennhatóságát kiterjeszteni, ahol a gazdag flandriai városokat igyekezett megszerezni, olyanok, mint Gent, Brügge, amelyek a gyapjú feldolgozásból, posztó iparból nyerték hatalmas jövedelmeiket, és az elhúzódó háborúkhoz egyre több és több pénzre volt szüksége negyedik szép Fülöpnek, és ehhez szükségesnek tartotta, hogy megadóztassa a római katolikus egyházat. És a konfliktus akkor következik be, amikor 1301-ben 8. Bonifác pápa megtiltja, felfüggeszti Fülöpnek azt a jogát, hogy megadóztassa a római katolikus egyházat, mert ezt a rendeletét, rendelkezését a pápának nem vette figyelembe Szép Fülöp, hanem tovább adóztatta a római katolikus egyházat, de hogy a helyzetét meg tudja szilárdítani, hogy a társadalmi bázisát meg tudja erősíteni, ezért minden bizonnyal angol mintára összehívta a rendi gyűlést Franciaországban. Mely rendek voltak a francia rendi gyűlésben? Itt nem 4 rend, mint Angliában, hanem 3 rend. Papság, nemesség, városi polgárság volt a 3 rend a rendi gyűlésben, és mindhárom külön tanácskozott. A rendeket, akkor nézzük meg még egyszer, mit is hívunk rendeknek. Rendek a feudális társadalomnak azok a kiváltságokkal, privilégiumokkal rendelkező rétegei, amelyek ezekért a kiváltságokért készek is föllépni. A rendi gyűlésnek mi lett az államirányítás szempontjából az eredménye? Az, hogy a királyi
hatalom meg lett osztva a király és a rendek között. A király és a rendek ezután együttesen kormányoznak. A király és a rendek együttes kormányzatát nevezzük rendi dualizmusnak. Azokat a királyságokat pedig, ahol a rendek és a király közötti hatalommegosztás érvényesül, ezt hívjuk rendi monarchiának. A rendi dualizmusban a rendek legfőbb politikai kiváltsága a törvényhozásban való részvétel volt. Együtt hozzák a rendek az uralkodóval a törvényeket. A törvények csak akkor érvényesek, hogyha a rendek elfogadják, az uralkodó pedig ezeket jóváhagyja, azaz szentesíti. A rendek olyan kulcsfontosságú kérdésben kaptak meghatározó szerepet, mint például az adó megszavazás, vagy háború esetén a katona megajánlás. És most nézzük meg, hogy milyen kulcsmondatokban lehetne összefoglalni az eddig elhangzottakat. Egyes, 1215-ben a súlyos külpolitikai kudarcok nyomán földi nélküli János arra kényszerült, hogy aláírja a Magna Carta Libertatumot, amely biztosította a főnemesség, köznemesség, városi polgárok és egyháziak jogait. Kettes, a Magna Carta tartalmazta az ellenállási záradékot, tehát, hogyha az uralkodó megsérti a Magna Chartában megfogalmazott ígéreteket, alattvalói szabadon fölkelhetnek ellene, és akár fegyveres erővel is ígéretei betartására kényszeríthetik a királyt. Hármas, a király elleni felkelést megindító Simon de Montfort hatalma megszilárdítása érdekében 1265-ben az eddig csak főpapokból, főurakból álló tanácsba a parlamentben meghívta a köznemesek képviselőit, grófságonként 2-3 szemét, illetve polgárok képviselőit, városonként szintén 2-3 szemét, ezt a gyűlést nevezzük előparlamentnek. Négyes, első Edvárd 1295-ben összehívta a később mintaparlamentnek nevezett rendi gyűlést, főként azért, hogy a grófságok és városok küldötteinek segítségével a parlamentben korlátozni tudja a nagybirtokos bárok túlzott hatalmát. A résztvevő négy rend, főpapok, főurak, köznemesek és városi polgárok. Ötös, Szép Fülöp francia király a pápával való konfliktusa miatt 1302-ben a királyi hatalom megerősítése érdekében összehívta a rendek gyűlését. Hatos, Franciaországban Angliától eltérően három rend volt, első a papság, második a nemesség, harmadik pedig a polgárság, mindhárom rend külön tanácskozott. Hetes, rendeknek nevezzük a feudális társadalom azonos kiváltságokkal, azaz privilégiumokkal rendelkező rétegeit, amelyek fel is lépnek érdekeikért. Nyolcas, rendi dualizmusnak azt nevezzük, amikor a király és a rendek együttesen kormányoztak, a rendi dualizmus a királyi hatalom megosztását jelentette a rendekkel. És most nézzünk meg néhány példát a forrásbeépítésre. Ha például a forrás a Magna Carta ellenállási záradékával kapcsolatos, abból kiválasztjuk az általam itt pirossal jelzett részt, és saját mondatba foglaljuk a kiválasztott forrásrészletet, amely esetleg így szólhat, saját rész. Az ellenállási záradék kimondta, hogy ha az uralkodó megszegi a Magna Chartát, akkor annak betartására alattvalói erővel is kényszeríthetik mindaddig, amíg, és most jön az idézet, az orvoslás meg nem történt, idézőjel zárva. Ha például ábrát adnak meg, mondjuk két ábrát, amit ráadásul össze is lehet hasonlítani, az egyik az angol rendi gyűlés szerkezetét, a másik a francia rendi gyűlés szerkezetét ábrázolja, akkor összehasonlíthatjuk a két rendi gyűlést több szempontból is, például, hogy az angol rendi gyűlésben négy rend ülésezett, míg a franciában csak három rend. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!